Hello, Wolf Gábor vagyok, és jelentkezem minden Dallasból egy szakmai konferenciáról, és arról szeretnék beszámolni az ügyfeleinknek, az előfizetőinknek, a navigátortagoknak, és mindenkinek, aki követ minket, hogy mik azok a marketing trendek, amik ma itt az amerikai marketingeseket izgalomban tartják, a kisvállalkozókat pedig bizniszben tartják, az ügyfeleket körülöttük tartják, és a pénzt a zsebükben. A következő napokban többször is be fogok számolni az itt hallottakról, azokról a trendekről, amiket itt elkapok a beszélgetésekről más kisvállalkozókkal, hogy mi jön be nekik és mi nem. Az első dolog, amit el akarok mondani, az az, amit itt egyre többen tesznek, az az, hogy több a rész, mint az egész. Ami alatt azt értem, hogy ha van egy listát, ha van egy e-mail listát, ha van egy ügyfél listát, ha van egy célpiacod, akkor sokkal-sokkal jobb eredményeket érhetsz el egy bizonyos trükkel. Ugye hozzánk miért járnak mindig az ügyfelek? Azt mondják, Gábor, hogyan tudok jobb reklámot csinálni? Hogyan tudok jobb marketinget csinálni? Eredményesebben? Mit kell mondanom az ügyfeleimnek, hogy bejöjjenek a bizniszben? Most a titok a következő. Amíg mindenkinek ugyanazt mondod, addig a lehető legrosszabb eredményt fogod elérni. A legjobb eredményt akkor éred el, hogyha az ügyfél listádat földarabolod kicsi részekre. Mondok neked egy példát. Mondjuk például egy olyan krémet forgalmazol, ami a szemráncokat tünteti el. Hogyan beszélsz a célközönségedhez? Ma azt mondod, hogy az én célközönségem azok a nők, akiknél kezdenek megjelenni a szemráncok, igaz? Nem. Ez a régi modell. Az új modell a következőképpen néz ki. Az egyik szegmensem azok a nők, akik férnél vannak, és elkezdtek megjelenni a szemráncaik. A második szegmensem azok a nők, akik éppen frissen elváltak, szeretnének újból férhez menni, vagy szeretnének egy kicsit aktívabb társadalmi életet élni, de megjelentek a szemráncok. A harmadik az a szinglik, akik lehet, hogy örökké szinglik akarnak maradni, csak nekik fontos, hogy hogy néznek ki. Ugyanúgy beszélsz ez a három réteghez? Mert az óriási hiba. Más a nyelvezetük. Mások a fő motivációk, amik miatt ők meg akarják venni ezt a terméket. Tehát az első dolog, amit meg kell nézned a saját bizniszedben is, az az, hogy milyen konkrét szegmenseket tudod fölbontani a piacodat, hogyan tudsz hozzájuk külön-külön beszélni. És ehhez a technológia ma sokkal jobban a rendelkezésünkre áll, mint régebben. Ugye? Lehet egy e-mail listát, azt föl tudod bontani 3-4 akárhány részre, és tudsz nekik külön kommunikálni. Én gyakran csinálok olyat, hogy megírok egy hosszú e-mailt, és azt a részt, ahol az ügyfélről írok, azt kicserélem. Az egyik verziónak ez megy, a másik szegmensnek ez a verzió, a harmadik szegmensnek ez. Az eleje, a vége ugyanaz, csak az a rész, ami róla szól, ami az ő jellemzője, amiről magára ismer, az más. És ezt meg tudod csinálni e-mailben, meg tudod csinálni direct mailben, ugye? Hiszen egyikünk sem direct mailezik nagyobb, mint több százezres volumen. Ha már csak egy pár ezres volumenben küldesz ki direct maileket, már akkor is jól megéri, hogyha digitálisan nyomtatsz, azaz minden egyes direct mailed lehet személyre szóló és szegmensre szóló. Ez az új szó, ezt tanuld meg, szegmensre szóló. A többségnek ez egy új koncepció lesz, de tudom, hogy van köztetek olyanok, akik ott voltak azon az egynapos workshopon, amit nem hirdettünk meg, csak a legbelső ügyfeleink között, amiről egész nap erről beszéltük, hogy hogyan tudjuk földarabolni a célpiacodat, és nekik sokkal hatékonyabban, sokkal eredményesebben kommunikálni, és azoktól nagyon szép eredményeket hallok azóta. Vagy pedig a navigátortagoknak elérhető tavaly augusztus óta az az egyórás előadás, aminek az egyik fontos része erről szólt. Nos, ez volt az első lecke Dallasból, hamarosan jelentkezem a következővel.